Nagy szeretettel és barátsággal köszöntöm itt Budapesten Sebastian Kurz külügyminiszter urat, és ez az első alkalom, hogy ilyen hivatalos kétoldalú keretek között tárgyalunk, ezért ismételten gratuláltam neki külügyminiszteri kinevezéséhez. Találkoztunk már korábban is, többször, beszéltünk is egymással, de most volt az első alkalom, hogy bővebben meg tudtunk tárgyalni néhány fontos kétoldalú, regionális és európai kérdést. A magyar-osztrák kapcsolatok számunkra kiemelkedően fontosak. Talán nem kell külön magyaráznom, hogy az én számomra személyesen, meg különösen lényegesek, és én nagyon örülök annak, hogy az esetleges kisebb-nagyobb vitáink ellenére ezeknek a kapcsolatoknak a szilárdságát, alapját soha semmi, és senki nem tudja megkérdőjelezni. Ami a kétoldalú kérdéseket illeti, Kurz külügyminiszter úr fog ezekről szólni. Megbeszéltünk, én azt hiszem, majdnem minden kérdést. Szó esett a pozitív és kevésbé pozitív összefüggésekről. Szó esett arról, hogy az osztrák befektetők Magyarországon alapvetően jól érzik magukat, hogy folyamatosan nő az úgynevezett stratégiai megállapodásoknak a száma és a köre, új jelentkezők vannak és lesznek, például az osztrák államvasutak, és szó esett arról is, hogy van két olyan téma, ahol az álláspontjaink nem esnek egybe. Ismeretes az, hogy a Magyarországon lévő osztrák bankoknak vannak kérdéseik, problémáik, és az is ismeretes, hogy a földtörvénnyel kapcsolatban eltérő álláspontokat képvisel jelenleg a két kormány. De én most nem megyek ezekbe a témába bele, mert hiszen külügyminiszter kollégám majd fog erről szólni. Én magyar részről egy kérdést vetettem föl, ami szintén nem vadonatúj. Ez az osztrák szélerőműveknek a kérdése, amelyek magyar határhoz közel vannak, és környezetvédelmi kérdéseket, problémákat vetnek föl. Tudjuk azt, hogy ez Ausztriában tartományi hatáskör, tehát alapvetően Burgenlandot érinti, de hát természetesen ez egyben egy államközi téma is. Itt is vitatkozunk azon, hogy vajon a vonatkozó nemzetközi egyezmények betartása az maradéktalan-e vagy sem. Abban maradtunk, hogy erről is folytatjuk az érdemi és értelmes párbeszédet. Kétoldalú kapcsolatok terén növelni fogjuk a konzultációkat, kapcsolatokat a minisztériumaink szintjén. Ezt természetesen eddig is folytattuk, de a jövőben ezt erősíteni fogjuk a legkülönbözőbb szinteken. Tovább folytatjuk a diplomata csere programját. Nagyon örülünk, hogy magyar diplomatát fog befogadni a luxemburgi osztrák nagykövetség. Mi is készek vagyunk osztrák diplomaták befogadására olyan országokban, ahol Ausztria nincs jelen. És együtt fogunk működni
a regionális politika fő kérdéseiben. Továbbra is úgy hiszük, és nekem ez egy nagyon szilárd meggyőződésem, hogy Ausztriának aktív szerepet kell játszania a közép-európai politikában. Ausztria Közép-Európához tartozik, Közép-Európa szívéhez tartozik, és ezért a magyar-osztrák együttműködést a közép-európai témákban is erősíteni kell. Folytatni kell, mondanám így, és erősíteni kell. Szóval arról konkrétan, hogy közös fellépést, kezdeményezést tervezzünk a bosznia-hercegovinai helyzettel kapcsolatban. Igaz, hogy most mindenki Ukrajnáról beszél, és ez minden más témát egy kicsit háttérbe szorít, de nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy máshova is oda kell figyelnünk, és a bajt általában jobb megelőzni, mint kezelni. Összességében én azt tudom mondani, hogy abban megegyeztünk és megegyezünk, hogy ha vannak vitáink, akkor erről beszélünk, de egy dolog nagyon lényeges, hogy ezek a viták soha ne gerjesszenek, soha ne teremtsenek politikai feszültséget a két ország között. Mert ezek a viták nem olyan természetűek. Nekünk nem szabad engedni ilyenkor semmiféle hangulati elemnek, nekünk nem az a dolgunk, hogy a különböző érzelmi, hangulati állapotokat erősítsük, élezzük, hanem az, hogy ennek pont az ellenkezőjét tegyük. És Sebastian Kurz külügyminiszter úrral megegyeztünk abban, hogy mi ebben a szellemben fogunk dolgozni, ebben a szellemben fogunk együttműködni. Én magam részéről még egyszer csak gratulálni szeretnék neki, és nagyon sok sikert kívánni a külügyminiszteri munkájában. Köszönöm szépen a figyelmet. Tisztelt külügyminiszter úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy öröm számomra az, hogy a mai napon egy szomszédnál és számunkra szoros partnerünknél lehetek, Budapest városa és Magyarország is jól ismert számomra, ezért örülök annak, hogy első ízben lehetek itt új feladatkörömben külügyminiszterként az Európai Tanácsülésén és Münchenben is megismerhettük már egymást, és a mai munka megbeszélés keretében arra volt módunk, hogy az együttműködésről, illetve egyik-másik az együttműködésünk keretébe tartozó nehéz témáról is beszéljünk. Engedjék meg, hogy talán azzal kezdjem, hogy a folyó évben két igen fontos évfordulót ünneplünk meg, és úgy gondolom, hogy nagyon szívesen ünnepelhetjük ezt együtt, egyrésztről a vasfüggöny áttörésére, másrésztről pedig az Európai Uniós csatlakozásra gondolok, ami 10 évvel ezelőtt következett be. Ezért a 2014-es év igen jó a közös kapcsolatainkban, mindazonáltal nem csupán két oldalú kapcsolatokkal dolgozunk Ausztria és Magyarország között, hanem nemzetközi szinten és európai szinten is szorosan együttműködünk. Közös érdekeink vannak a Balkánon, a mai napon egy közös boszniai szerepvállalásról beszéltünk, és úgy hiszem, hogy a Duna térség, a Duna stratégia fejlesztésében is közösek az érdekek Magyarország és Ausztria vonatkozásában. Mindazonáltal a mai megbeszélésünket tudatosan is felhasználtuk arra, hogy a nehezebb témaköröket is szóba hozzuk, és arra is volt lehetőségem, hogy ma reggel a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselővel találkozzak egy munkareggeli keretében, és örülök annak, hogy elmondhatom, hogy néhányan igenis elégedettek a gazdasági feltételrendszerrel, mindazonáltal igenis voltak néhányan, akik panaszkodtak, és kívánatosnak tartják azt, hogy nagyobb mértékű előreláthatóság legyen. Azt hiszem fontos kimondani azt is, hogy éppen a külföldi beruházók számára a stabil jogi keret, illetve a külföldi vállalatok diszkriminációtól mentes kezelése az alap ahhoz, hogy beruházhassanak, az alap ahhoz, hogy itt munkahelyeket is teremthessenek.
Mindazonáltal megragadtuk a lehetőséget arra, hogy szóljunk a földtörvényről is, amely néhány osztrák gazdát nehéz és feszült helyzetbe hozott. Az uniós jognak való megfelelőség felülvizsgálatát is feszülten várjuk, és az a véleményünk, hogy észszerű is az európai oldalról történő felülvizsgálat. Ezen túlmenően azonban két oldalú megbeszélések keretében is fel kell használni a lehetőséget arra, hogy szóba hozzuk ezeket a témákat, és ezért hálás is vagyok, hogyha erre van lehetőség. Mezőgazdasági miniszterünket, Ruprecht urat legkésőbb a választásokat követően két oldalúan is meg tudja vitatni magyar kollégájával, miniszter kollégájával ezt az ügyet, ugyanis úgy gondolom, hogy éppen a szomszéddal kell lehetőséget keresni a megbeszélésre a nehéz témáknál, és engedjék meg, hogy köszönetet mondjak az Ukrajnával kapcsolatos jó beszélgetésünkért. Mindannyian egy igen nehéz helyzetet élünk át Ukrajnában, és úgy gondolom, hogy nem alaptanul vagyunk rendkívüli mértékben aggódóak véleményekkel kapcsolatban. Nagyon pozitívnak tartom, hogy egyértelmű hozzászólást hallhattunk a bizottságunk elnökétől. Osztrák szemszögből azt is világosan leszögeztük, hogy az EBSZ misszióban is részt veszünk, és honvédelmi minisztériumon kettő képviselőjének engedélyezzük a részvételt. Köszönöm szépen a megbeszélés lehetőségét, örömmel várom a további mai budapesti tárgyalásaimat, és örömmel állok a jó együttműködésünk elébe közöttünk, külügyminiszterek között, és a két országon között is. Bízom abban, hogy az olykor nehéz témákat, amelyek a szomszédságban felmerülnek, együttesen jól leszünk képesek megoldani. Mind a két miniszter urat szeretném megkérdezni arról, mit gondolnak Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnapi kijelentéséről, miszerint a Krimben nem orosz csapatok, hanem helyi önvédelmi egységek tartózkodnak. Én azt hiszem, hogy mind a két kormány álláspontja megfelel a tegnap előtti külügyminiszteri tanács által elfogadott következtetéseknek. Ennek az első mondata teljesen világossá teszi azt, hogy egy agressziós cselekménnyel állunk szemben. Ebből egyenesen következik az, hogy hogyan ítéljük meg az orosz katonai jelenlétet és beavatkozást a Krím-félszigeten. Orosz katonai beavatkozásról beszélünk, és nem ismeretlen polgári személyek akciójáról. De ami a magyar álláspontot illeti, ott javaslom megnézni a külügyminisztérium közleményeit, a visegrádi külügyminiszterek közös nyilatkozatait, a visegrádi miniszterelnököknek a közös nyilatkozatait, különös tekintettel a tegnap kiadott közös nyilatkozatra. Én azt hiszem, hogy a magyar álláspont ebből tökéletesen megállapítható. Az pedig, hogy én az orosz elnöknek a szavait külön nem kommentálom, az azt hiszem magától értetődik. Ezzel szemben, hogy mi az álláspontunk, az teljesen egyértelmű. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ennek a fényében értékeljük az orosz elnök kijelentéseit is. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy más nyelven ugyan, de véletlenül tartalmilag ugyanazt mondjam el önöknek, függetlenül attól, hogy egy egyenruhán milyen
rangjelzések és országjelzések vannak. Tudjuk azt, hogy ezek a csapatok honnan jönnek, az Európai Unió ezt világosan leszögezte, és a következtetéseink elsősorai is bizonyítják, hogy ezeket az orosz cselekményeket hogyan értékeljük. Orosz katonák vannak nem orosz területen, ezért világosan ellentmond a nemzetközi jognak, világosan el kell ítélnünk, és világos az is, hogy elfogadhatatlan. Egy kérdés közös lenne mindkettőjük részére, nevezetesen az, hogy számítanak-e arra, hogy akár Ukrajna felől a gázellátás akadozik, vagy ne adj Isten megszűnik. Ha igen, akkor milyen lépéseket kívánnának tenni, nyilván ez érinti Ausztriát is. A másik két kérdésem pedig Martonyi külügyminiszter úrhoz, hogy a magyarok érdekeit hogyan tudják Ukrajnában képviselni, tehát hogy a közszolgáltatások, például bankok, vízszolgáltatás akadozik-e, nem akadozik-e, ha igen, akkor hogyan tudják ott majd a magyar érdekeket képviselni, valamint azt, hogy ezt minek értékeli külügyminiszter úr, hogy ma hajnalra, illetve tegnap este Ungvár polgármesterét megkéselték. Ez is ennek a konfliktusnak az eredményeként kezelendő, vagy pedig ezt akár egy köztörvényes bűncselekménynek értékelik? Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy a gázhoz kapcsolódó kérdéssel kezdjem, és utána átadjam a szót külügyminiszter úrnak. A médiában olykor-olykor úgy állítják be a helyzetet, hogy egész Európa Oroszországtól lenne függő. Oroszországnak is nagyon komoly érdeke a gazdasági kapcsolatrendszere az Európai Unióhoz, ezért úgy hiszem, hogy igenis öntudatosan tudunk fellépni. Véleményem szerint az elsődleges kérdés most nem az, hogy ez a konfliktus milyen gazdasági hatást vált ki, illetve hogy a gázszolgáltatás milyen módon biztosított. Az elsődleges kérdés az, hogy hogyan sikerülhet a helyzetet deeszkalálni, hogyan lehet az eszkalációt csökkenteni, hogyan tudjuk közösen elérni azt, hogy Ukrajna lakossága biztonságban és szuverén módon élhessen. Elsődlegesen ez a feladat, és ehhez hozzátartozik az is, hogy az orosz katonák visszavonuljanak a laktanyákba. Ez az elsődleges lépés, és úgy hiszem, hogy erre összpontosítsunk, és ne foglalkozunk folyamatosan más dolgokkal, például a gazdasági kapcsolatokkal és mással, hanem egyértelműen és világosan arra a helyzetre összpontosítsunk, amely éppen a fő kérdés, és ezek az orosz katonák az ukrán területen. Hát, ami a gázellátást illeti, ez valóban egy szélesebb összefüggésrendszernek egy része, és pedig nagyon fontos eleme. A mai napon ezt a kérdést a magyar kormány megvizsgálta, megtárgyalta. Konkrét intézkedések már történtek. Feltöltjük a tározóinkat, és természetesen minden szükséges intézkedést megteszünk arra az esetre, hogyha a gázellátásban zavarok keletkeznének. Különböző okokból, amelyeket én most itt nem részletezek. Ugyanakkor ez nem csak magyar probléma, ez az egész térségnek a kérdése, sőt az Európai Unió szempontjából egy nagyon fontos kérdés. Holnapi napon az Európai Tanács ülésén a miniszterelnökök erről is fognak beszélni. Elég részletes elemzések készültek már el, hogy milyen következményekkel járna mondjuk az orosz gázszállítások szünetelése vagy megakadása. Nagyon sok függ persze attól, hogy ez mennyi ideig történne. Azt is pontosan felmérjük, hogy melyek azok a tagállamok, amelyeket a legjobban érinteni egy ilyen helyzet. Hozzáteszem, az elkészült tanulmány szerint mind Ausztria, mind pedig Magyarország ezek közé az ország közé tartozik. Tehát valóban ezt az egész kérdést át kell gondolni, meg kell gondolni. Most jelentős az, amiről évek óta beszélünk,
hogy kell a térség országai között egy olyan összeköttetés rendszer, egy olyan interconnection, ahogy mondják, amelyik a szükséghelyzetekben azonnal működni tud, és ki tudjuk egymást segíteni abban az esetben, hogyha bárkinek ellátási gondjai vannak. Tehát ez egy magyar probléma, egy térségi, közép-európai probléma, és egy uniós probléma egyaránt, és mindannyian föl kell készülnünk erre, és együtt kell működnünk az esetleges nehézségek elhárításában. Ami a kárpátaljai magyar közösség helyzetét illeti, én erről ma részletesen beszéltem a külügyi bizottság ülésén, és ha megengedik, akkor most nem mondanám el még egyszer azt, amit ott egyébként a nyilvános ülésen elmondtam, és utána kérdésre is válaszoltam. Összességében annyit tudok mondani, hogy Ukrajna Magyarország szempontjából egy különlegesen fontos ország. Ennek két oka van, egyrészt mert szomszédország, jelentős, nagy ország, gazdasági kapcsolataink is igen lényegesek. Magyar kivitelnek egyébként 2,2%-a irányul Ukrajnába, ez nem elhanyagolható mennyiség, különösen azoknak a vállalatoknak a számára nem, amelyek ebből élnek. És azon kívül van ott egy jelentős magyar közösség, amelyiknek a sorsát mi nem egyszerűen figyelemmel kísérjük, hanem készek vagyunk arra, hogy gond, baj esetén minden szükséges segítséget megadjunk. Ezt fogjuk tenni ebben a helyzetben, és a kormány most tárgyal arról, hogy milyen anyagi segítséget tudunk adni adott esetben konkrét projektekre, hogy tudjuk megoldani az esetleges ellátási problémákat, ha jelentkeznek. Tehát hozzáteszem, hogy ezekre a helyzetekre a magyar kormány felkészült, és felkészül, nem véletlenül hozta létre ezt a bizonyos operatív törzset. Tehát én azt hiszem, hogy ezen a téren minden intézkedést megtettünk, és meg is fogunk tenni. Ami általában véve a helyzetet illeti, azért azt látni kell, hogy Kárpátalja ma Ukrajna egyik legnyugodtabb megyéje. Azt is látni kell, hogy a közgyűlés elnöke, Iván Baloga, akivel pár nappal ezelőtt tárgyaltam, szívén viseli a magyar közösség ügyét. Azt is látni kell, hogy tegnap előtt a kijevi kormány kinevezett egy új kormányzót, egyébként a mi kérésünk is ez volt, hogy ezt mielőbb tegyék meg. Egy olyan kormányzót, aki Nyíregyházán végezte a főiskoláját, Huszton született, fél magyar, ez sem tekinthető barátságtalan lépésnek, azt hiszem, a kijevi kormány részéről. Tehát én azt hiszem, hogy vannak jelei annak, hogy a magyar közösség veszélyeztetettsége inkább csökken, mint nő. Ugye elvi kérdés volt, és erről elég sokat beszéltünk, ez a bizonyos nyelvtörvény. Elmondtuk nagyon sokszor, hogy ezt egy nagyon nagy hibának tartjuk, és nem tudjuk elfogadni. Hozzáteszem, a nyelvtörvénynek a visszavonása az nem lépett hatályba, mert az elnök nem írta alá. Arra viszont ígéretet kaptunk, visegrádi négyként is, meg Magyarországként is, hogy egy új nyelvtörvénynek a kidolgozását megkezdik. De addig, ameddig ezt nem dolgozzák ki, addig az a bizonyos nyelvtörvény továbbra is hatályban van. Én még egyszer megragadom az alkalmat, hogy felkérjek mindenkit arra, hogy ezekben a kérdésekben felelősen nyilatkozzék, felelősen cselekedjék, ne vigye senki más bőrét a vásárra, ne terjesszen rémhíreket, ne keltsen pánikot, de ugyanakkor minden esetőségre készüljünk föl, és ha szükség van, akkor határozottan cselekedjünk. Köszönöm szépen. Ott van még egy kérdés, kérem. Zajnica Kronenzeitung részéről. Egy kérdésem van a két oldalú
kapcsolatokkal kapcsolatban, a két ország két oldalú kapcsolataival kapcsolatban. Ön egy olyan kormánytag, akiről tudjuk azt, hogy jól lehet önnel beszélni. Remélem, hogy ez nem árt önnek. A kérdésem az, hogy egyik másik kormányzati kollégájánál tud appellálni arra, hogy visszatérjenek egy olyan tárgyalási alaphoz, amely a jó szomszédok között megszokott? Ezt szívesen megtenném, és meg is teszem. Úgy hiszem, hogy a két oldalú kapcsolatokról egy álláspontot fogalmazok meg, vagy a lehetséges vélemény eltérésekről beszélek, vagy esetleges ígéreteket teszek, akkor mindig a magyar kormány nevében beszélek. Ez nem személyes ügy, ez egy hivatalos kormányzati ügy. Itt a magyar kormányt képviselem. Ez pedig azt jelenti, hogy mindig személyesen hajlandó vagyok arra, hogy az osztrák-magyar kapcsolatokat továbbfejlesszem, és ha én ennek érdekében fel tudom használni a befolyásomat, akkor, mint ahogy mindig is tettem, ezt a jövőben is meg fogom tenni. Köszönöm szépen! És mind a kettő külügyminiszter urat kérdezném, szintén az ukrán-orosz konfliktussal kapcsolatban. A nyugati hatalmak már több szankciót is kilátásba helyeztek. Mi az álláspontja a magyar, illetve az osztrák félnek az EU-s szinten? Köszönöm szépen a kérdését, és természetesen távol álljon tőlem az, hogy egy kérdéssel vitatkozzak. Ezt most sem teszem. De azért szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió külügyminiszteri tanácsának a következtetései, azok nem idézőjelbe téve a nyugati hatalmak vagy országok álláspontját jelenítik meg, hanem 28 tagállam álláspontját. Ezek között vannak nyugatiak, vannak északiak, vannak déliek és vannak közép-európaiak. Ezek között az országok között van Ausztria és Magyarország. A szankciók tekintetében az álláspontunk pontosan az, amit ezek a tanácsi következtetések tartalmaznak. A megfogalmazásban egyébként aktívan részt vettünk. El kell olvasni azt a kulcsmondatot, ami ezekről szól. Elég hosszú ideig vitatkoztunk rajta, konstruktív szellemben, és ez a 28-ak közös álláspontja. Én megragadom az alkalmat arra, hogy ismét aláhúzzam, hogy a 28-aknak van egy egyre erősödő és egyre inkább valóban közössé váló kül- és biztonságpolitikája. Ez számunkra egy fontos kérdés. Egész Európa számára fontos kérdés. Tehát akkor, amikor megkérdezzük az osztrák és a magyar álláspontot, akkor se felejtsük el, hogy mind a ketten részei vagyunk egy olyan közösségnek, amelyik egy ilyen fontos stratégiai kérdésben közös álláspontot tud elfoglalni. És holnap ezt a közös álláspontot tovább fogják vinni, most már majd miniszterelnöki szinten, és akkor az lesz az osztrák és az lesz a magyar álláspont, amit ez a közös álláspont tartalmaz. Ettől független kérdés, hogy vannak olyan témák, amelyekben nekünk saját külön nemzeti érdekeink vannak. Itt van rögtön mondjuk például a kárpátaljai magyar közösségnek a kérdése, itt megvannak a saját szempontjaink, a saját érdekeink, ezeket a leghatározottabban képviseljük, de ezekben a kérdésekben is szükségünk van a barátaink támogatására. Nem véletlenül mentünk el négyen visegrádi országok Kijevbe és Donyeckbe, mert úgy éreztük, hogy az álláspontjaink ezáltal még erősebben tudnak jelenni, és adott esetben sikeresebben tudjuk azokat érvényesíteni. Úgy találom, hogy központi jelentőségű az, hogy az Európai Unió ezt a kérdést és Ukrajnának ezt a nehéz időszakát egyetlen egy hangon válaszolta meg, és egy közös eljárásmódban állapodott meg. Teljesen világos az, hogy az Európai Unió szankciókkal
fenyegetőzött, szankciókat helyezett kilátásba, nem azért, mert nem lettek volna képesek arra, hogy azonnal döntsenek a szankciókról, hanem azért, mert teljesen tudatosan nyitva hagytuk a kaput a tárgyalásokra, és tudatosan az eszkaláció tompítását, csökkentését helyezzük előtérbe. Egyúttal azonban az Európai Unió hitettett amellett, és ki is jelentette azt, hogy ez Oroszország számára ez nem jelenti azt, hogy mindent tudomásul vesznek és elfogadnak, hanem sőt éppen ellenkezőleg azt hiszem, hogy egy egyértelmű jelzés volt. Oroszországnak pedig lehetősége van arra, és remélem, hogy kiaknázza a lehetőséget, hogy a deeszkalációs lépéseket elfogadja, amelyeket az Európai Unió elvár, világosan elvár és megkövetel. Mint ahogy külügyminiszter úr is említette, fontos, hogy együttesen járjunk el, és hogy az Európai Unió mellett minden más nemzetközi szervezetet is igénybe vegyünk, amelyek rendelkezésre állnak, főként azokat, ahol Oroszország is ott ül az asztalnál. Az EBSZ-re gondolok, és emellett a kisebbségek jogainak védelmét tekintve, főként a különböző csoportok együttélését tekintve, az új alkotmány felépítését tekintve és egy rendes igazságügyi rendszer felépítését tekintve Ukrajnában az Európa Tanács, amelynek jelenleg Ausztria soros elnöke, döntő szerepet tölthet be és érdemben járulhat hozzá a lépésekhez. Két rendkívüli ülést hívtunk már össze, és az Európai Tanács már eldöntötte azt, hogy ezen a téren Ukrajna mellett kíván állni, és hogy érdemben hozzá kíván járulni azokhoz a kérdésekhez, amelyek természetesen a magyar kisebbség számára nem jelentéktelenek, szintén hozzájáruljon a megoldáshoz. Nagyon szépen köszönöm a kérdéseket. Egy fél mondatot még mondanék, mert azt elfelejtettem, hogy ebbe a bizonyos EBSZ misszióba Magyarország is kész részt venni. Két személyt föl tudunk ajánlani. Az is valószínű, hogy itt is egy visegrádi csoporton belül jelenünk meg. Tehát a lényeg az, hogy ebben is közreműködünk, ehhez is felajánljuk a segítségünket. Köszönöm szépen, elnézést kérek, de most már csak egy 55 percünk maradt az ebédre, úgyhogy ki kell használnunk az időt. Köszönjük szépen, herzlichen Dank!